Sok szeretettel köszöntjük a heti társasház kedves nézőit. Folytatódik természetesen a sorozatunk, és a heti társasház ma átvált heti lakógyűlésé, vagy fogadó órává. Meghívtunk egy tulajdonost, a tulajdonost az utcáról, a nép tulajdonosát, Brajer Pétert, aki szerintem elég sokan ismernek, főleg akik ezt a csatornát nézik. Kezdődött úgy a dolog, hogy gyűltünk a stúdió márványtermében, és elkezdtünk beszélgetni, előkészítve a következő adást, ahol a Péter és kedves vendégem, Kormos Anett, Kormos Éva egymásra talált, egymásra ismert. Péter egyik érdekeltségi körébe tartozó lakásban közös képviselő. És a Péterből elindult egy panaszáradat a közös képviselővel, közös képviselettel kapcsolatban. Itt jegyezném meg, hogy de a lakói kedvelik őt. Az, hogy én tele vagyok panaszáradattal, hiszen meg akarok látogatni akár egy ismeretlent, és a lift éppen nem működik, és föl kell menni a második emeletre, akkor biztos anélkül, hogy ismerném a közös képviselőt, panaszáradat jön belőlem, mert hozzá vagyok szokva, hogy a lift, ha rendeltetésszerűen használják, mondhatja a közös képviselő, és azokban a bérleményekben, ahol rövid távú lakáskiadás folyik, ember legyen a talpán, aki meg tudja magyarázni, vagy tacepaut tud kihelyezni arra, hogy japánul vagy egyéb nyelveken, hogy mit jelent egy liftet használni, mert nem olvassák el, hogy hányan lehet bemenni, hogy nem kell nyomkodni, hogy nem kell tehert szállítani rajta, mert ugyanebben a társasházban nem egyszer voltam látogató, amikor a kedves lakótársak, illetve azoknak a munkavállalói például téglákat. Na most én nem hiszem, hogy egy társasházban a liftet azért szerelték 50 évvel ezelőtt, körülbelül annyi ideje lehet ott lift, plusz-minusz talán, hogy téglákat vigyenek rá, és ugyan ezt a műsort is szoktam nézni, és sokat tanulok belőle, és sok embert oktatok ebből a műsorból, hogy a közös képviselő az senkinek nem a beosztottja, meg hogy mit kéne, hogy ő is, a közös képviselő úgy érezze, hogy jól érezze magát, és megfizetik a munkáját, meg hogy ember számba veszik. Persze természetesen a közös képviselőknek is egy etikai kódexet ki kéne dolgozni ahhoz, hogy a lakók is úgy érezzék. Persze nagyon nehéz, én saját magam tudom megfelelni mindenkinek, de hát főleg, hogyha a tulajdonosok úgy érzik, ezt egy példával tudom ábrázolni, amikor magyar honfitársaim egy repülőre vesznek egy repülőjét, akkor a repülőgépen úgy érzik, hogy megvásárolták a repülőt. Körülbelül ez a hasonlítási viszony a társasházban lakó tulajdonosok és a közös képviselő között, de élő példáim is vannak, amikor a közös képviselő bizonyos juttatásokért sok-sok pályázatot ír, és csili-vili házak vannak, tehát ezért van a magyar székes fővárosban teljesen rendbehozott épület, meg olyan épület, ami biztos majd a törvény, a jog szabály következményében lesz majd úgy rendbehozva, hogy ne szakadjon a lakókra, illetve az ott elközlekedőkre. Bevezetőnek azt hiszem elég, mert a műsor időn köszönöm mindjárt szépen, így már megismerhették a nézők a problémáidat. Bemutatom akkor vendégeinket, Kormos Éva Doroteát, közös képviselőt, és dr. Izsák Orsolyát, társasházi ügyekben járatos jogászt, ügyvédet. Szeretném akkor megkérdezni Évát, hogy mi a véleménye ezekkel a panaszokkal kapcsolatban? Én is köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm ezt a rögtönzött fogadóórát. Én még az a old school közös képviselő vagyok, aki egyébként társasházaknál is tart fogadóórát, és külön köszönöm Péternek a jelenlétet, mert ezen 5 perc alatt nagyjából tárgyilagosan vázolta is a pro és kontra tényeket is ebben az ügyben. Azt emelném ki ebből, hogy ez egy közös munka. A közös képviselet és a lakók és a társasház közössége között. Most egy konkrét szolgáltatásról is szó van.
Tehát ez egy nagyon kényes, de megugorható egyensúly, hogy mondjuk abban a házban, amit ön említett, ott... Ez lehet bármelyik ház a fővárosban. Ez lehet bármelyik az ország ház, területén. Így van. Gyakorlatilag egyrészről a tulajdonosi jogok és a tulajdonosi kötelezettségek, amennyiben a törvény által biztosított, de a közösségnek a kimondott, ki nem mondott normája által biztosított egyensúlya megvan. Magyarán... Igen, én egyből szabába vágok, hogy azért vágányon igen. maradjunk. Az én elképzeléseim szerint nem lehet ma Magyarországon olyan ház, akinek a lifttársaság, vagy a liftkezelő, ha ennél a konkrét példánál vagyunk, 24 órán belül nem kutya kötelessége neki ellátni a problémát, mert akár bent ragadhat valaki, az ott lévő gondok, vagy bárki nem tudja szakszerűen kimenteni, tehát akkor tűzoltóságot kell hívni. Ezekben a régi házakban nincs interkum összeköttetés valaki és a liftben ragadtak között, és nem feltételezem, ügyvédnő több alkalommal beszélt arról, hogy ha valakinek tulajdon része van egy ilyen házban, hogy milyen hatalmas összegű a tulajdon, amit meg is kell tartani. Na most abban a pillanatban, hogyha egy házban huzamosabb ideig például nincs a liftre olyan szerződés, aki garantálja a karbantartást, akkor már nem lehet a házat rendeltetésszerűen használni, mert Budapesten igencsak a szépkorúak többségben vannak napjainkban, és például egy negyedik emeletre, de egy második emeletre is egy fogyatékos, egy idős ember nem tud fölmenni, tehát nem tudja rendeltetésszerűen használni a liftjét. Én annyira messzire elmennék, hogyha én olyan házban laknék, ahol nem működik a lift huzamosabb ideig, akkor minden további nélkül a lehető legolcsóbb szállodát, ami emberi körülményeket biztosít, kibérelnék és elküldeném a közös képviselőnek, hogy vagy megoldják a liftet, hogy használni tudjam a tulajdonomba rendeltetésszerűen az ember minimum aludni hazajár, tehát legalább egyszer vagy kétszer föl vagy le kell, hogy menjen, akkor fizessék ki a szállodaszám, emberi körülmények is, persze a jog keretein belül, de szerintem nincs egy olyan bíróság, aki ezt nem szavazná meg. Igen. Ügyvédnő, szerint lenne olyan bíróság? Az a helyzet, hogy ezt, amit a Péter itt elmondott, ezt rendszeresen hallom közgyűléseken, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye lehet, hogy ennek a központi figurája, hogy úgy mondjam, a közös képviselő, de igazából a közös képviselőnek ehhez bizonyos értelemben vajmi köze nincsen. Tehát ugye ez a lift, amiről szó van, ez a társaság. Ez bármelyik lift lehet. Ez egy bármelyik lift, de mégiscsak nem a közös képviselő tulajdona, hanem a társaság tulajdona. A közös képviselőnek talán az a feladata, hogy azt mondja, hogy a gyerekek, ez nem jó, ha ez nincs bebiztosítva. Ha nem fizetjük ki a szervizdíjat, pedig a szervizdíjat ugyanolyan kötelessége minden lakónak szerintem kifizetni, mint ahogy a villanyköltséget mindenkinek ki kell fizetni, mert különben sötétbe fog sétálni. Tehát akkor nem a közös képviselőt kell győzködni. A közös képviselő a koordinátor. Tehát én a közös képviselőt nem mondtam, hogy kötél általi halállal, a közös képviselőnek normális juttatást kell kapni azért, hogy ellássa a feladatát. Az egyik feladata neki, hogy rendeltetésszerűen lehessen használni a házat. Nem akarnék vitatkozni, de nem az a feladata. A feladata három dolog a jogszabályban, tehát nem menjünk túl. Akkor módosítani kell a jogszabályt. Hát ez már egy... Mert ugye ön az ügyvédnő, mikor is... hozták meg az előző jogszabályt. Igen, 2003. Ez, igen, jelen pillanatban a Törvényhozási Bizottság dolgozik rajta, és előkészületben van, de hát ez lehet egy rágógumi, és közben ezer dolog lehet, hogy fontosabb másoknak. Szerintem ez azonnali megoldásra vár, ugyanúgy, mint a rövidtávú lakáskiadás, mert jelen pillanatban én látom, hogyha például valami dokumentumot elő kell keríteni, a lakók, van olyan ház, akinek 70%-a nem tudni, hogy a tulajdonos hol lakik, mert ugyan oda van bejelentve, de valahol lakik, és azt kinyomozni, tehát szerintem a közös képviselőnek ugyan ez bizonyos
időkre utal, amikor egy házmester, nem összekeverendő a közös képviselő a házmester, de amikor még bejelentési kötelezettség volt, azért annak előnyei is voltak, és ma eléggé problémás lehívni, és ez már ügyvédet kell az ember igénybe vegyen, és nem egyszerű, annál inkább, hogy most például emelkednek a hónap végétől azok a kiadások, amiben bármilyen dokumentum, amire szükség van, lehívásra sor kerül pénzben. Igen. Jó, tőled azt szeretném megkérdezni, hogy milyen lehetőségeid vannak a konkrét esetben. Igen. A felvonó üzemeltetésére, javítására. Igen. Hogy tudod ezt megoldani a házban? A konkrét esetet, de mint egy keretet szabva a többinek is. A konkrét esetben már azért el kell, hogy mondjam, hogy onnantól már egy-két héten belül működött a lift. Nagy probléma az jelenleg, hogy az a fajta úgymond kiszolgáló személyzet, vagy szerződéses szakszemélyzet, aki mondjuk az én munkámat, mint közös képviselő segíti, vagy segítené, egyrészt a szakember gárda borzasztóan megfogyatkozott. Akik értenek is hozzá, és ki is jönnek időbe, az mondjuk 1-2% az emberekben. Elnézést kérek, ez egy olyan juttatás, amihez állami jogosítványok kellenek. Tehát igen, álljunk meg egy pillanatra. Orvos hiány van, lehet, hogy liftszerelő hiány is van, de a hiányuk nem jelenti azt, hogy everybody welcome, hogy mindenki jöhet és csavargathat. Pontosan, és éppen ezért is van. De hát ezért a hivatalos szervek kötelezik is, gondolom, hogy bizonyos igen idő. Ugye itt kettő fajta dolog van. Az egyik, amit ön is említett, a 024-es mentési szolgálat, ez egy külön szakszolgálat, és mellette van a lift karbantartója. Na most az a lift, amiről konkrétan beszélünk, azt egy úgynevezett múlt... Soha nem beszélünk konkrét betegről, általános betegekről. Hát általánosan, akkor elmondhatnám, hogy gyakorlatilag azok a fajta liftek, amelyek nem régebbiek, és ugye itt egy 2009-ben üzembe helyezett, felújított liftről van szó. Ebből a szempontból rosszabb helyzetben vagyunk, mint egy 50 éves lifttel, mivel a vezérléshez kapcsolódó elektronika és más dolgok cseréje még utángyártható. Az újabb lifteknél, ahol csak egy ilyen táska méretnyi a vezérlés, ott a kódot úgy őrzik, mint a Kohinoor gyémántot, és csak az a cég tudja. Tehát mi már váltottunk volna néhány ilyen liftről más karbantartóra, de azt a céget nem tudjuk leváltani, csak ha vezérlést cserélünk. Egy pillanat, és mit szól ez a jog? Van-e valakinek joga visszatartani annak a liftnek a kódjait, ami az én tulajdonomban ugye van, és ő csak egy bizonyos szolgáltatásra? Igen, attól függ, hogy milyen szerződést kötött korábban a társasház, de általánosságban el tudom mondani, hogy nekem már volt olyan a praxisomban, most is van egyébként egy folyamatban lévő perünk, ahol ezek a lift szolgáltatók rettenetes módon az általános szerződéses feltételekbe visszaélnek a saját jogosultságukkal. Tehát magyarán mondva, pont az ASF-nek egy részének, az érvénytelenségének a megállapítását is kértük, mert olyan abszurd kikötések vannak benne, amit ugye, amikor és itt jön a közös képviselői felelősség, hát jön egy közös képviselői felelősség, hogy lehet, hogy én nem olvasom az apró betűs részt, mert én nem olvasom, mert én mondjuk, hogyha a saját telefontársaságommal kötök egy szerződést, akkor ez az én felelősségem. De amikor a közös képviselő ír alá egy ilyen szerződést, na itt már egy izgalmasabb kérdés van. A közös képviselő a társasház döntései alapján igen, ír alá egy igen ilyen. De minden társasházban a közös képviselő felett mellett van egy számvizsgáló bizottság, amit tessék, akkor olvassák ők is el. Tehát osszuk meg a felelősséget. A nevét próbáld értelmezni, számvizsgáló bizottság. Tehát ő a számokat vizsgálja, a gazdálkodást vizsgálja. Tényleg így van. Nem az, de könyörgöm, akkor ezek szerint egy közös képviselőnek minimum jogászi végzettsége kell, hogy legyen? Azt kell, hogy mondjam, jó, hogy lenne, jelen esetben 2009-ben kötetett ez a szerződés. Én 2018-tól látom el a társaságkezelő közös képviselő feladatokat. Na most, hogyha én már csináltam felújítást, nem azért, mert én annyira okos vagyok, hanem éppen azért, mert nem tartom magam olyan okosnak, mellettem van, hát jelen esetben amióta dolgozom, Orsolya, és mellettem van egy műszaki ellenőr.
mert egyrészt ezeket a felelősségek, ezek már annyira szaktudást igénylő dolgok, hogy a koordináció valóban, ahogy ön mondja, nagyon sokszor az a csúcspontja, hogy olyan embereket választ az ember maga mellé, akik ilyen problémákon felül tudnak emelkedni, de visszatérve erre az esetre, és más ilyen esetnél is előfordult már, hogy akkor egy nagyon, nagyon kedves kolléga, ...nak a allegóriájára, tehát addig ütöm a vasat, ameddig. Mert az a cég még plusz pénzt kért volna, és én akkor azokat a jogi lehetőségeket, amik vagy beválthatók, vagy nem, de konzultáció után felvetettem, hogy hova és mikhez tudunk, hova tudunk fordulni, mert ilyenkor elő kell venni a lift üzemben tartói kézikönyvét, kilátásba kell helyezni egy hatósági vizsgálatot, és minden olyat, amitől a legtöbb multicég az... Önnek igaza van, csak közben a szerencsétlen lakónak föl kell jutnia az első, második, harmadik, igen, negyedik, Isten nád a 9. emeletre. Maximálisan egyetértek. Ilyenkor, ugye, amit vállal a közös képviselő, és ami mellé én is leteszem úgy a szakmámat, meg a lelkiismeretemet, hogy ami tőlem telhető legtöbb. Tehát amit engem a jogszabály és a saját rossz modorom ilyenkor. Tehát, hogy érted vagyok, mérges, nem ellened. Amit belőlem ez kihoz, ezt általában sikerül is megoldani, és most már azóta, amióta ez a nagy probléma volt, azóta megy a lift, de ehhez az kell, hogy folyamatosan, és ez most a szavam járása, folyamatosan óvónéninek is kell lenni. Tehát azt látom, hogy mindenféle tacepók kihelyezve. A kérdés az, és megint ugyanoda jutunk el, hogy egy lakótól minimum elvárható, hogyha ő a tulajdonos, hogy megőrizze a vagyonát, illetve magát az ingatlant. De azoknak, akik csak vendégek a házban, vagy rövid távon, vagy albérlők, és nem küldik tovább a tulajdonosnak a közgyűlésre való meghívót, vagy a problémát, vagy a szavazatot, és ezért... Ugye ez is egy olyan fajta kérdés, amiben túl kell lőnünk az általánosságokon, és túl kell lőnünk azon, amit a jogszabály megkíván tőlem. Mert én annak ellenére, hogyha egy SMS-ben az van benne, hogy elég, hogy behajítom a postaládába, én annak ellenére én vagyok az ügyosztály, aki mindenkitől, akitől csak lehet, elkéri az e-mail címét, adatvédelmi nyilatkozattal, stb. És akkor én értesítem e-mailben is. Ha valaki posta címet ad meg, hát ha csak nem olyan helyre, ahova ritkán jár a posta, még postán is elküldjük. Tehát gyakorlatilag, de most már az e-mailjét mindenki nézi. És ebben az esetben meg kell, hogy legyen az az információ megfelelő minőségű és mennyiségű, ami alapján meg tudja hozni a döntését. Nekem a fájdalmam, nem fájdalmam, tehát apostrofban a fájdalmam az, hogy az emberek nem olvassák el. Akkor ezeket. Én most tovább folytatom, körülbelül még 3 percet veszek el a műsoridőből, és akkor ez tényleg egy fogadóra a vendégekkel, a jogásszal, meg Andrással, illetve az ügyvédnővel, meg Andrással, mert ugye különbséget kell tenni, hogy ki az ügyvéd és ki a jogász, az az ügyvéd, akinek megfelelő vizsgái is megvannak ehhez, meg engedélye, és a kamarának a tagja, feltételezem, mert annélkül nem megy, és ez a problémám például a következő, mi hál' Istennek leveleket is kapunk, ugyan én mindig elmondom, hogy építő jellegű leveleket várok, és telefonhívásokat, nem este 10 után, ami gondolom, hogy azon kívül, hogyha valaki közös képviselő, és nem éppen ég a ház, akkor ezt meg lehet oldani reggel 8 és este x óra alatt, tehát nem 24 órás a portaszolgálat, vagy a babysitterés. Nem egy házban van víz probléma. A vízművek nem olvassa le az órákat, valaki 1000 éve nem lakik a lakásába, de csőtörés van, ki fogja ezt kifizetni? És itt késre menő, már majdnem azt hiszem, hogy Amerikában vagyunk, még szerencsé, hogy nincsenek vegyerek az embereknél, mert lelőnék egymást, mindezt Amerikában szokták. Lehet, hogy az a demokrácia, de én nem vagyok az ilyen véres demokráciának a híve, pedig egy nagy atlantista vagyok. Szóval a házakban víz probléma, villany probléma, az, hogy a tulajdonos lehet, hogy az albérlőjétől veszedi a díjat, de elfelejt fizetni. És a közös képviselők meg nem szeretnek ügyvédhez fordulni, meg végrehajtóhoz fordulni,
egy lakást kell végrehajtatni a házba, és utána mindenki mind a tatele fog fizetni. Sőt, én ismerek olyan társasházat, ahol a közös képviselő nem népszerű, de a ház majdnem újjá van építve, mert mindenki megmagyarázza az utolsó leletéig, hogy igenis kell egy karbantartási alap, egy fejlesztési alap, a pályázat, és így tovább. Ha nem akarunk, ha úgy szeretnénk kinézni, mint ahogy Bécsben néznek ki a társasházak, akkor előrébb kéne lépni, de a közös képviselői szinten is, mert a közös képviselő, ő is emberből van, én ezt elhiszem, de némelyik nem úgy válaszol az embereknek, tehát amilyen a mosdó, olyan a törölköző, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt a népi közmondást, de hála Istennek én olyan házakban lakom, meg rokonaim is, ahol azért használható a közös képviselő, tehát előbb-utóbb megcsinálja, de nem csak a közös képviselőt kell ember számba venni szerintem, hanem a lakókat is, ami elképzelhető, hogy a türelem elszakad, főleg 40 fokos velegbe, de nem egy betelefonáló például azt mondta, hogy az egyik lakásba meghalt valaki, és heteken keresztül csak egy újabb bejelentésen mentek utána, és ez tehát napjainkban, amikor arra szólítjuk föl embertársainkat, hogy tessék bekopogni az egyedülálló idős emberhez, hogy valamire szüksége van, ha én nem látnak a képernyőn, egy napon akkor gyorsan fölhív mindenki, hogy Péter csak nem beteg, mert vannak emberek, akik, hát akkor pláne, hogyha a szomszédnéni nem látom, akkor fölkiaválok, hogy Zsuzsa jól van, aztán vagy kidugja a fejét, vagy nem, akkor majd fölhívom telefonon. De erre kéne nem köznevelni a lakókat, de... Maximálisan értem. Én 30 évet olyan országba éltem el, ahol háború volt, és a lakók is háborúztak, az én gyerekeimnek mindig 3 kutyája volt, úgyhogy többet jártam bíróságra a kutyák miatt, mint más ebédelni, viszont abban a pillanatban megszólaltak a szirénák, a szomszédnél, aki gyűlölte a gyerekeim kutyáit, átkopogott, hogy gyerekek, van mindenetek? Gázáradszotok megvan? Van-e vizetek? És ha látta őket az utcán átmenni, és valaki nem állt meg, amikor ezek a zebrán áttotyogtak, 2-3 évesek, akkor oda ment és átvitte őket. Én ilyen szomszédokat szeretnék. A következő három dolog, ami megragadott. Az egyik, ami a legvégén, de a legfontosabb, hogy egy homogén társadalomban, sokkal könnyebb a jogon kívüli eszközöket érvényesíteni. Magyarországon a heterogenitás nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan megvan, éppen abban a házban a harmadik, negyedik emelet, mint egy külön társadalmat tartan, mint a földszint 1-2. Ezt nehezebb. A másik, ami megragadott, az, hogy Bécset említette. Na most azért 1945 óta folyamatosan foglalkoztak Béccsel, ezzel a típusú felújításokkal. Tehát mondjuk tehát nagyon fontos az, hogy ez egy közös munka lenne. Ugye a tulajdonosi jogok, a tulajdonosi hozzáállás Magyarországon, hogy mondjam, tehát, hogy kiépítés alatt van, úgy mondanám. És a közvetlen demokrácia eszközei... De mi egyszer élünk, és ameddig kiépül, addigra mi már meg fogunk halni. Nagyon fontos, hogy az unokáinknak jó legyen, de közben mi is egy normális társadalomban szeretnénk élni, a 70 éven felüliek is. Az a helyzet, hogy én azt érzem egy kicsit, hogy a társasház ügyekben mindig ragozzuk azt, amit az én meglátásom szerint nagyon pontos, én egy háromszögbe jellemezném azt a kialakult jogi helyzetet, ami kezelhető lenne. Tehát ugye, és most itt elvonatkoztatok annak a részétől, hogy milyenek is a lakók. Ugye azért emberek, a jog emberek, viszont a jog az egy keretet biztosít egy joggyakorláshoz, és nyilván annak a keretei között tudunk mozogni. Aki nem mozog, az menjen ki belőle. Hát így van, és hát azért tény, hogy ma jelenleg egy ingatlan az egy érték, tehát ezt tudomásul kell venni mindenkinek. Amíg a többiek ezt nem lapják. Így van, de ahhoz viszont, hogy ne lapják le, és ahhoz, hogy hagyjuk, és én itt Bécshez térnék vissza, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy az 50-es évek végén Ausztriában egy hatalmas nagy hitelfelvétel történt annak érdekében, hogy ezek a házak, ezek felújításra kerüljenek. Tehát itt a megoldás egy.
Először is ez működésképpen, hogy a társasház nem jogi személy. A társasház, ha jogi személyé válna, abban a pillanatban értékesíthetővé válnának azok a közös tulajdonú részek, amelyek eddig nem lehet, egyszerűen képtelenség értékesíteni. Mikor fogtak a lakók össze, vagy a közös képviselők, vagy a jogászok azért, hogy a törvényhozás azonnal kezdjen el működni? Százszor, ezerszer. Tehát a társaság legyen jogi személy, egy-kettő, adjanak a képviseletnek olyan jogosultságokat a behajtások érdekében, amelyek, amit megkap egy villanyszolgáltató, vagy egy gázszolgáltató. Miért nem kap olyan jogosítványt? Miért nem tudja azt megtenni, hogyha nem fizet 30 napon belül, akkor ugye olyan jogcselekményeket, tehát nem egy fizetési meghagyás, aminek majd lesz egyszer egy vége, a zálogjogot egyenesen kivették a közös képviseletek kezéből. Tehát a kettő, hogy kérjük visszaadni azokat a jogosítványokat, amelyek eddig hiányoztak a jogszabályból, vagy amelyek megvoltak. Közös képviselőknek van egy szövetsége? Nincs, tehát a közös képviselőknek jelenleg nincs. De miért nem? A GIT egyletnek minden 10 ember már létrehozhat egy valamit. Vannak szövetségek, de ezek a szövetségek mindenki csak a saját érdekeit próbálja meg érvényesíteni azon keresztül. Tehát itt egy egész ország érdekeit. Egy egész országról van szó. Hát és 4 millió emberről. Hát 4 millió ember lakik társasház van, tehát ezt azért ne felejtsük el. És a harmadik pedig, hogy ezáltal, hogy jogi személy és a behajtásokhoz megkapja a megfelelő erőt, ezáltal tulajdonképpen elindíthatóvá válnának a társasházak felújításai, hiszen akkor olyan hiteleket lehetne folyósítani a házaknak, amelyek egyrésztről kiterhelhetők lennének az egyes albetétekre, másrésztről pedig felújíthatóak lennének ezek az Önnek ingatlanok. Tökéletesen igaza van, de ahhoz, hogyha objektívek akarunk lenni, fillérekért, bagóért eladták a lakóknak a roncsházakat mindenféle kedvezményekkel, viszont nem biztos, hogy a nyugdíjas idős emberek, akik 150 vagy tán akár 200 ezer forintos nyugdíjuk van, ebből finanszírozni tudják a rájuk eső részét, amit a felújításba be kéne tenni. Tehát itt a hatóságnak, az államnak kéne a zsebébe nyúlni, hisz a polgárok mégiscsak ennek az államnak a polgárai. Igen, csak ugye az állam, akkor felvetődik az a kérdés, hogy miért finanszírozzon egyébként olyan magántulajdonokat, amelyek a saját vagyonukat gyarapítja. Én ezt nem így látom. Abban a pillanatban szerintem, amikor egy társasház veszélyes lesz, akkor zsebébe kell nyúljon a kerület vagy valaki, mert azok a bent lakó, nem mondom, hogy szociális, ezek az emberek az egész életüket ledolgozták. Laktak egy bérlakásba, amit az állam fillérekért odaadott nekik, lehet, hogy akkor ez ennyit ért. Én nem egy ilyen szerződést láttam, amiben fel kell újítani az egész háznak a vízrendszerét, az elektron, tehát tulajdonképpen a háznak éppen, hogy újjá nem kell építeni a házat. Veszély esetén majdnem minden kerületnek van havári alapja. Ez nagyon kevés arra, hogy valódi veszélyhelyzetet vagy életveszélyt el tudjanak állítani, és ez csak az életveszély elhárítása, nem egy épületnek tehát a felújítása. Tehát tulajdonképpen ma, amikor egy magyar ember akár a csók vagy bármi segítségével lakhatást biztosít magának, lehet, hogy tulajdonképpen egy romhalmazba megy bele, és előtte előtanulmányokat kell végezni, hogy vajon a 30x lakótársnak van-e pénze kifizetni a közös költséget. Tessenek meggondolni, mielőtt vásárolni tetszenek, tessenek ügyvédekhez fordulni már az első pillanattól, mert nem olyan egyszerű, mert egyszer van x millió forintjuk, másodszorra már nem lesz. Köszönöm, Péter, hogy elmondtad a végszót. Köszönöm, és köszönöm, hogy részt vettél. Érdekes volt nagyon a beszélgetés, és szerintem még mi is fogunk tudni erről általánosságban folytatni a beszélgetést. Köszönöm, hogy néztek minket, és erre bíztatom Önöket a későbbiekben, és várjuk észrevételeiket, és jó szándékú kritikáikat a heti társasházkukac.ferox.hu e-mail címre. Még egyszer köszönöm, viszontlátásra!